Balesetveszélyes busszal vittek volna általános iskolás diákokat kirándulni Fotról Visegrádra. A gyerekek erdei iskolába mentek volna, azonban indulás előtt a szülők több műszaki hibát is észrevettek a buszon. A gumik kopottak voltak, a fékből pedig kiállt egy rugó. Szerintük így a busz nem is tudott volna rendesen fékezni. Vendégünk a témában Penz Zoltán, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének társelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Ha minden igaz, akkor tudunk mutatni a busz gumiáról egy képet, nem tudom, hogy ezt látta-e. Az interneten már láttam. A neten látta, ez az, ha minden igaz. Hát nem mondanám, hogy laikus vagyok a témában, így az előéletemet illetően, de ez laikusként is használhatatlannak tűnik ez az abroncs. Tehát egy ilyen abroncsal szerelt autóbusz hogyan tud kikerülni a telephelyről? Hú, hát nehéz ilyenkor szavakat találni, amikor az ember ilyen képeket lát egy szakmáját érintő dologról. Elsősorban a legrövidebb választ adnám, hogy megrémít engem is, és szörnyű ez, amit itt látok. Elsősorban, mint szülő mondanám azt, hogy igazat kell adnak azoknak a szülőknek, akik kihívták a hatóságokat ehhez az autóbuszhoz. Másodszorban, mint vállalkozó is azt kell, hogy mondjam, hogy megrémít az, hogy ilyen eszközökkel tényleg szolgáltatást végeznek. Harmadrészről, mint érdekképviselő, azt kell, hogy mondjam, hogy mi magunk is küzdünk az ellen, hogy ilyen járművel szállítsanak teljes, mint hogy gyerekeket vagy utasokat, bárkit is a közúton. Amikor egy sofőr reggel oda megy az autóbuszához, a járművéhez, akkor nyilván körbenézi, gondolom én, hiszen mégiscsak több tíz ember életéért felel. Látja, hogy ilyen abroncs van az autóbuszon, nem az övé, tisztában vagyok vele. Megteheti azt, hogy azt mondja a tulajdonosnak, hogy ezzel nem vagyok hajlandó elindulni. Én úgy gondolom, nem csak megtehetem, kötelessége is, hogy megtagadja azt a munkát, amit rábíztak, hiszen ha egy kis felelősségérzete is van, már pedig egy gépjárművezetőnek, ha hivatásos, ha nem hivatásos, kell, hogy legyen felelősségvállás, a felelősségérzete azzal, hogy ilyen járművel nem megy ki a közútra. Hát azon túl egyébként ott van a saját élete, mert mégiscsak rajta van a buszon. Nem csak a saját élőteiről kell neki gondolkodnia, hanem a buszon lévő többi utasról, sőt a forgalomban lévő többi résztvevőről is. Mennyire jellemző egyébként, hogy a szülők most már ennyire körültekintőek? Nyilván mondjuk visszavezethető ez a veronai buszbaleset. A veronai tragédia, egy dolgot biztosan tudunk, hogy nem műszaki hiba okozta a veronai tragédiát. Legalábbis erre utaló jelek egyelőre nincsenek. Tehát itt párhuzamot vonni a két eset között maximum a félelemben és a szülői aggódásban lehet. Ez viszont teljesen jogos. Én azért óvaintenék mindenkit arról, hogy egy hirtelen műszaki vizsgát végezzen ott egy parkolóban, hiszen egy műszaki vizsga is 2-3 órát vesz igényben. De az, hogy szemmel láthatólag egy autó műszaki állapot, egy gondolok a gumikra, ami az egyetlen olyan felület, amely az úton tartja az autóbuszt, ilyen kopott állapotban van. Vélelmezhető az, hogy ha a gumi ilyen, akkor az autóbusz egyéb berendezése is. Akkor milyen lehet problémás? Feltételezhetjük ilyenkor, tehát hogyha a gumi rossz, akkor valószínűleg a többi. Nézze, én azt mondom, hogy itt is előbb lehetett látni a fék munkahengernek az átrohadását és az abból kiálló visszahúzó rugót. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy pillanat műve. Tehát nagy valószínűsítéssel állíthatom azt, hogy az autóbusz egyéb része is problémásak. Ezekről a képeket láttam is, tehát nem ismerem pontosan ezt az egész dolgot, de az mindenféleképpen mond valamit, hogy a közlekedési hatóság az autóbusz műszaki engedélyét visszavonta. Picit segítsünk akkor a szülőknek most, jó? Tehát, hogyha reggel megérkezik az autóbusz, ott áll a gyerekem, tenném fel rá, látok egy ilyet. Ezek a szülők helyesen döntöttek, tehát ilyenkor rendőrt kell hívni, vagy mit tegyenek, tehát kit hívjanak, hova telefonáljanak, mit tudnak intézni? Én úgy gondolom, hogy a rendőrséget kell rendőrségben felhívni. Tehát akkor ezek a szülők helyesen döntöttek. Én úgy gondolom, hogy helyesen jártak el, igen. Ilyenkor kit vannak felelősségre? Ez egy összetett dolog. Elsősorban az üzembetartó az felelősséggel tartozik a gépjármű műszaki állapotáért. Másodszorban valóban a gépjárművezetőt is felelősségre kell vonni, hiszen láthatóan olyan eszközzel dolgozik, amely nem felel meg az előírásoknak. Hát azt hiszem, hogy mostanában tényleg érzékenyebbek vagyunk, de köszönjük szépen az információt, mármint a helyes döntést illetően, tehát akkor a szülők ezt tegyék, ha esetleg ilyennel találkoznak. Ezt én javaslom, de mondom, tehát nem lenne helyes átesni a ló túloldalára, de egy ilyen esetet mindenféleképpen úgy gondolom, hogy jelenteni kell, igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy én köszönöm. Már.